Mi kell a nőnek, avagy a Holland csoda címmel tartott előadást Bangó Krisztina dietetikus dúla hétfőn a Bocskai Rendezvényközpontban. A program egy előadássorozat első része volt, a lelkes fiatal szakemberrel az előadással kapcsolatos tapasztalatokról és a következő témáról beszélgettem. Meg volt az első előadás, ugye az előadás sorozatodnak az első előadása. Mik a tapasztalatok, hogyan fogadták a nők? Gondolom leginkább nők, lányok voltak az előadásodon. Igen, volt egy szem férfi is, de tényleg főleg lányok, nők voltak. Nagyon jó volt szerintem, jó hangulat kerekedett a végére. Hiába volt óraállítás, meg hideg, meg hűvös őszi este, alig tudtunk elmenni. Végülis egy jó fél órás előadást sikerült tartani, és utána egy 3/4 órás beszélgetés lett belőle végén. A Holland csoda, ugye ez volt a címe. Uh-huh. Egy picit akkor beszéljünk róla részletesebben, hogy azok is azért úgy képet kapjanak, akik nem tudtak elmenni, hogy mi is ez a Holland csoda, tehát miről volt szó, miben mások a hollandok, mint mi, mennyiben mások az anyához való hozzáállásuk, illetve egyáltalán a családhoz való hozzáállásuk. Gondolom, hogy ez volt az, ami így a címes sugallja nekem legalábbis. Igen, akkor kikövetkeztetted. Ilyen kutatásokat néztem át, amiből az derült ki, hogy Hollandiában a legeslegboldogabbak a nők, Magyarország pedig a világlistán 110. helyen ül boldogság szintben, és ezt kezdett el foglalkoztatni, hogy vajon miért. Amit végül is sikerült utána nézni, az volt, hogy szerintem, ugye én dúla vagyok véleményem szerint, és ezt meg is erősítették, amiket sikerült találnom az ott folyó dolgokról, hogy a nők anyaságukban sokkal inkább meg vannak erősítve, mind abban, hogy a természetes szülés inkább van propagálva ott, mind abban, hogy társadalmi politikai kérdésekben olyan döntéseket hoztak, ami a nőt elismeri a helyén, ott, ahol van anyaként is. Nagyon sokan a kérdésedre azt válaszolták volna, és lehet, hogy így a képernyők előtt így rá is vágták nagyon sokan, hogy miért lennének boldogabbak? Hát nyilván azért, mert sokkal jobb az anyagi helyzetük. De én azt gondolom, és így, ahogy te is mondtad, hogy ez nem feltétlenül van így. Tehát nem feltétlenül anyagi helyzet függő az, hogy egy nő mennyire boldog és mennyire kiegyensúlyozott. Ezt meg is cáfoltam az előadás elején. Természetes, hogy adódik ez a válasz. Viszont Magyarországon sokkal kevésbé boldogak az emberek, mint amennyire a GDP, ugye a GDP-vel szokták összevetni, amennyire lehetnének. És akkor miben mások a hollandok? Tehát ugye mondtad itt, hogy jobban meg vannak becsülve a nők, de mégis a gyakorlatban ez hogyan néz ki? Illetve mi magyarok mit tehetnénk azért, hogy nálunk is egy picit ez azért jobban működjön? Három dolgot emeltem ki, és bontottunk ki az előadáson, hogy a szülések zöme otthon is teljesen természetesen zajlik, ez szerintem nagyon fontos. A másik, hogy a részmunkaidő nagyon erősen támogatott, ott a nők 75%-a fél állásban dolgozik. Ezzel, ha belegondolsz, azt ismerik el, hogy egy nő, akinek van otthon 3 gyereke meg egy férje, nem fog tudni ugyanúgy teljesíteni otthon is és a munkahelyen. És tulajdonképpen a holland kormány ezt azzal ismeri el, hogy lehetőséget ad nekik, hogy ők 4 órába dolgozzanak. És egy sebész is náluk, egy női sebész 4 órában dolgozik, és ez ott nem furcsa, és a karrierjüket nem vágja el azt, hogy szült esetleg 2-3 gyereket. A harmadik, erre nem találtam holland statisztikát, mert nagyon nehéz az ottani KSH-n böngészni úgy, hogy nincs holland nyelvtudásod, de Magyarország abban viszont az első, hogy itt a legnagyobb különbség a vágyott gyermekek száma és a megszületett gyermekek száma között. Nagyon sok magyar nő vágyik nagy családra, tehát 3 vagy akár több gyermekre is, viszont csak 1,3 gyerek születik átlagosan. Ennek is ott boncolgattuk az okait, de erről is azt gondolom, hogyha egy nő így a vérében érzi, hogy ő sok gyereket szeretne, nagy családot szeretne lenni, de eljött kénytelen beérni egyet, az a boldogság szintjére negatívan hat. És ez itt most nem azért van, mert mondjuk egészségügyi oka van a dolognak, hanem egyszerűen csak azért, mert nem vállalja, nem meri vállalni, ugye? Tehát most itt főleg itt erről persze, van szó. Persze. Tehát az egészségügyi okok ugyanúgy a világon mindenhol bizonyos százalékban szerepet játszanak abba,
hogy nem vállal valaki több gyereket, de itt annyira markáns a különbség, hogy valami más oka is van. Mi volt a tapasztalatod, hogy azok a nők, akik ott voltak, körülbelül egyfélén gondolkodtak, egyféleképpen, vagy volt olyan is, akinek egészen más volt a véleménye? Tehát például mondjuk, amit most itt kiemeltünk, hogy nem az anyagi dolgokon múlik legfőképpen, hogy egy család, illetve egy anya boldog-e, például ebben egyetértettek, vagy azért voltak viták? Nem voltak viták, meg mivel én is csak egy átlagos nő voltam, mielőtt elkezdtem készülni erre az előadásra, és nyilván én is az ötleteim után kezdtem kutatni, hogy ó, persze, azért meg gazdagok, és egy csomó boldogságkutatást elemeztem, és már ezt keresték kutatók, és nem ez az oka, nincs releváns összefüggés a két dolog között. Beszéljünk egy picit a következő előadásodról is, az egy egészen más téma lesz, ugye? Ott nem a dúla énedet veheted elő, hanem ott a dietetikus énedet, hiszen az egészséges táplálkozásról lesz szó, ráadásul olcsón, illetve egy kérdőjel van a végén, de gondolom, hogy az lesz belőle, hogy azért meg lehet valósítani olcsón. Milyen tanácsokat tudsz majd ott adni a nőknek, férfiaknak? Általános tévhiteket fogom elővenni, ami sokszor a praxisomban előjön. Ezek sokszor kifogások, sokszor teljesen ilyen valós érvek, amellett, hogy miért nem kezdek már el egészségesen táplálkozni. Igyekszem megcáfolni, meg igyekszem ötleteket adni arra, hogy hogyan lehet mégis ezt megvalósítani, mert meg lehet. Néhány dolgot akkor, hogyha elmondanál azoknak, akik nem tudnak elmenni, illetve hát ha valaki mondjuk pont ettől kap majd kedvet ahhoz, hogy elmenjen. A legfontosabb, hogy a legnagyobb spórolás abban látom, hogy rengeteg egészségtelen dolgot nem kell megvenni. Nagyon sok egészségtelen ilyen nyalánkságot, rákcsálnivalót teszünk oda a kosarunkba. Azt vagy teljesen elhagyhatjuk, vagy egy dietetikus tud abban tanácsot adni, hogy milyen egészséges dolgokra lehet kicserélni. Ez nem árulok el nagy titkot, mondom, hogy ezek zöldségek és gyümölcsök lesznek összevágva, és hogyha beülünk a tévére, vagy a gyerekeket beküldjük a szobába, akkor ilyesmit, olajos magvakat, zöldségeket, gyümölcsöket vágunk össze nekik, és azt küldjük be. Ez egy tipp, de ha úgy átgondolod a saját kiadásaid, vagy így az ismerőseidén, már nagyon sokat lehet fogni rajta. Vagy azt gondolják, hogy egy dietetikus majd biztos azt fogja ajánlani, hogy csak a biopiacon vásárolj, vagy csak a üzleteknek a bio részlegén vegyél bármit. Nem. Nem. Nem ezt fogja javasolni. Azt fogja javasolni, én azt szoktam, de szerintem mindenki, hogy minél kevésbé feldolgozott élelmiszereket vegyél. És tényleg el szokták mondani, hogy ki tudja, hogy mi van manapság a paradicsomban, meg génmódosított, meg permetezett. Ez igaz, nem tudjuk. De mi van a ketchupban? Tehát azt még annyira se tudjuk, és egy anya otthon, vagy egy feleség képes arra, hogy ketchupot készítsen paradicsomból, bármilyen is legyen az a paradicsom, sokkal jobban jártál, mint a dobozos termékkel. Anyagilag is, és egészségügyi szempontból is. Igen. És mi a tapasztalat, hogy mennyire nyitottak erre az emberek, mert ugye, amit itt te is mondtál, hogy egyből jön az egyrészt az, hogy drága, jó, azt ugye meg tudod száfolni azzal, hogy akkor nem kell megvenni a mindenféle nyalánkságot, mert egyébként szerintem ez abszolút így van. Tehát én csak magamból indulok ki, hogy próbálok odafigyelni az egészséges táplálkozásra. De amikor az van, hogy na, jó, most tartsunk 2-3 napot, amikor úgy bármit lehet, sokkal többet költök, mert tényleg mindent megveszek, minden kis csokit, és rengeteg. És olyankor szoktam gondolkodni, hogy hoppá, hát nem is költök én olyan sokat az egészséges táplálkozásra, mint ahogy előtte gondoltam, mert ha megveszem a chipset, meg minden egyéb mást, akkor az sokkal drágább, mint ha mondjuk jégkrémet csinálok nyáron a bármilyen olyan gyümölcsből, ami éppen szezonális. Tehát mindenképpen jobban járok. Viszont mennyire nyitottak erre az emberek, vagy mennyire mondják azt, hogy hát nekem erre se időm, se energiám nincsen. Szerintem nyitottak. Nyitottak, az biztos igaz, amit elmondtál, hogyha olcsóbb, akkor valószínűleg, hogy időigényesebb lesz az egészet koordinálni, meg bevásárolni hozzá. De megéri, hogyha meg itt is az időben meg azt számolod, hogy mennyivel lesztek egészségesebbek, a gyerekek vannak, mennyivel kevesebbet hiányoznak az iskolából, óvodából, és nem kell velük otthon dekkolni, mert az is rengeteg
időt veszel. Szerintem abszolút megéri, ez az, ami megéri erre időt szánni. Sokszor szoktam azt is hallani, amikor így ismerőseimmel beszélgetünk így erről, hogy ja, főleg nőkkel, hogy jó, hát ő még meg is enni, de hát a férje, ő nem eszi meg a gyümölcsöt, vagy csak almáspitét eszik vastagon cukrozva, tehát hogy őt egyszerűen nem tudja. És neked mi erről a tapasztalatod, hogy a férfiak tényleg ennyire rugalmatlanok, vagy azért lehet őket? Mert nekem azért nincsenek ilyen tapasztalataim, mert én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, tehát az én férjem mindent megeszik, úgyhogy nálunk ilyen probléma nincsen, de a legtöbb barátnőmtől ezt hallom, hogy ő azért nem tudja megvalósítani az egészséges táplálkozást, mert a férje nem hajlandó megenni. Uh-huh. Hát úgy kellett volna férjet választani. De hogyha így fordulna hozzám, és már késő, akkor én mindenképpen rábírnám a férfiakat, ugye ők 8-10 évvel korábban halnak, mint a nők. Ez is az egyik oka, hogy ők nem hajlandóak. És szerintem, hogyha az ember leteszi eléjük, akkor megeszik. Vagy nem kell nekik elmondani, hogy mi az mindig. És te mennyire veszed ezt szigorúan, vagy mennyire javaslod azoknak, akik hozzád fordulnak? Tehát ugye vannak olyan, akik úgy táplálkoznak egészségesen, hogy tényleg azt mindig betartják, akár ünnepekkor, akár tehát mindig, uh-huh. Nem csak a hétköznapokban. Te is ezt mondod, vagy azért azt mondod, hogy jó, hát mondjuk most egy karácsony, vagy egy születésnap, amikor az ember elmegy vendégségbe, akkor azért ott belefér egy-két szelet finomított cukros, fehérlisztes sütemény is. Nem vagyok szigorú, abszolút nem. Egy pszichológus lányjal tartottunk együtt előadást, és ő a gyereknevelés kapcsán mondta azt el, hogyha 10-ből 7-szer már valamit így jól csinálunk, akkor már a gyereknek következetesnek számítódunk. És ez nekem marha jól esett, mert én maximalista vagyok, és ha én 10-ből 9-szer csináltam csak valamit jól, akkor már el voltam keseredve, de ez a 10-ből 7, ez talán egészséges, viszont nagyon fontosnak gondolom, hogy tudjuk, hogy mi a jó. Tehát, hogy jól pontozzuk legalább magunkat, tehát tényleg arra adjunk magunknak azt a 7 pontot, ami tényleg jó volt, és adjuk meg a 3 rossz pontot, ami tényleg nem jó. Köszönöm szépen a beszélgetést, és aki részletesebben szeretne az egészséges táplálkozásról megtudni információkat, az november 3-án hétfőn a Bocskai Rendezvényközpontba menjen, 5 órától lesz, igen, ugye az előadás. Igen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, Nóri.